Sziasztok, ez a Kocka Disputa, és mielőtt rátérnénk mai videónk témáira, a pálinkára és az idő utazásra, egy gyors szolgálati közlemény, elértük a 2000 feliratkozót. Yay! Ebből kifolyólag pedig arra gondoltam, hogy tarthatnánk egy kérdez feleleket, amit a hozzám hasonló kis csatornák amúgy 100 meg 1000 feliratkozónál szoktak bejátszani, de én nyilván elsumákoltam ezt, úgyhogy most pótoljuk ezt a mulasztást, szóval ha van bármi kérdésetek filmekről, sorozatokról, játékokról, könyvekről, vagy akár a csatornáról magáról, akkor ne tartsátok magatokban ezeket, írjátok meg ennek a videónak a komment szekciójába, én pedig majd egy külön videóban fogok válaszolni ezekre, de majd szerintem kiírok egy emlékeztetőt is YouTube poszt formájában, és akkor akinek kényelmesebb, akár ott is felteheti a kérdéseit. Na de, vissza a videó témájához, ugye legutoljára a Freud az utolsó pszichoanalízisről beszéltem nektek, ami egy mélyebb, elgondolkodósabb film, tehát ahogy az ilyenkor lenni szokott, ezután valami könnyedebbre, valami humorosabbra vágytam, ami nem kis kihívás egyébként, mert manapság például jó vígjátékot találni, hát nem egyszerű dolog, lássuk be, de emlékeztem rá, hogy 2 évvel ezelőtt kijött egy magyar film, amit nagyon dicsértek a kritikusok, és nekem egy dolog miatt megragadt, ez pedig az, hogy témáját tekintve időutazós film, ami viszonylag ritka magyar filmek között, de azért nem példa nélküli, és én nagyon szeretem ezt a témát, szóval gondoltam, hogy nézzünk rá a Xanox kockázatok és mellékhatásokra, ez a film címe. Baranyi Benő rendezte és írta, és neki ez az első filmje, a bemutatkozása, szóval kíváncsi voltam, hogy mit is hozott össze. A film története szerint Misit követjük, aki éppen az érettségi napján van, el is megy az érettségire, kihúzza a kis tételét, amit természetesen nem tud túlságosan jól, aztán pedig meghívja egy buliba az a lány, akiben Misi titokban szerelmes, őt Jankának hívják, és hát nyilván amilyen kis hetes uta, a mi kis főszereplőnk természetesen nemet mond elsőre, és aztán ez a nap folyik szépen tovább, lesz benne pár érdekesség, például egy gyilkossági szál, de a lényeg, hogy Misi végül a balesetén találja magát, ahol is az egyik szobatársa felajánl neki egy pálinkát, hogy öblítse le ezt a nehéz napot, Misi pedig vonakodva bár, de beleiszik ebbe a remek nedűbe, és aztán eléggé meglepődve tapasztalja, hogy miután megissza a pálinkát, visszarepül az időben, és pontosan azon a napon találja magát, amikor legutoljára beszedte a kísérleti gyógyszerét, a Xanoxot. Ezután pedig követjük a szokásos időhurkos narratívát, amikor is a főszereplőnk felfedezi, hogy újra éli azt a bizonyos napot, amit már korábban is átélt, feltűnnek neki azok a dolgok, amiket mi nézőként is nyilván tudtunk, hogy majd újra fogjuk látni ezeket, csókolózó pár, kihúzott érettségi tétel, buli meghívás, stb. Ezek mind megismétlődnek, és persze összerakja fejben, hogy azért időutazik, mert a Xanoxra, a gyógyszerére, amit szorongásra szed egyébként, pálinkát iszik, egy bizonyos pálinkát, úgyhogy ahogy az ilyenkor lenni szokott, elkezdi felfedezni, hogy hogyan is tudja jobbá tenni ezt a napot, hogy tud belőle többet kihozni. Hát nyilván érettségin van, szóval nem nehéz kitalálni, hogy mi lesz az első gondolata. Ráadásul a titkos szerelme elhívta egy buliba, amire volt olyan hülye és elsőre nemet mondott, hogy nyilván másodjára ezek a dolgok azért máshogy fognak alakulni. És szerintem ezeket a dolgokat mindenki jól ismeri, aki látott már ilyen típusú filmet, vagy szereted, vagy nem. Én imádom ezeket újra nézni, megnézni, hogy bizonyos helyzetekben, ha más döntéseket hozunk, akkor hogy alakul ugyanaz a szituáció, amit már egyszer láttunk valamilyen formában. Szerintem ez mindig izgalmas, akármilyen bénán csinálják meg. De az Xanoxban nem bénán prezentálják ezeket, mert társul hozzájuk egy elég jó, elég specifikus humor, méghozzá magyar humor, erre még többször vissza fogunk térni, hiszen ez az egész atmoszféra, közeg, amit a mi kis magyarságunkhoz kötünk, az több fronton is megjelenik a filmben. Például a helyszínek tekintetében Dunaújvárosban vették fel egyébként ezt a filmet, és hát kihoztak mindent ebből a settingből, amit csak lehet. Látjuk a paneles betondzsungelt, a lepukkant kórházat, az érdekes kinézetű kocsmát, az érdekes kinézetű törzsvendégekkel egyetemben, szóval van egy ilyen autentikus érzése az embernek, hogy igen, ezek a dolgok így néznek ki, és én magam is láttam már ezeket, hiszen magyar vagyok, átéltem ezeket, lehet, hogy nem Dunaújvárosban, de valahol máshol, én biztos, hogy ilyen élménnyel néztem ezt a filmet, hogy aha, igen, én is voltam már így kórházban, ugyanilyen kis folyosókat láttam, ugyanilyen orvosokkal, ugyanígy izgultam az érettségim, vagy nem tudom. Szóval ezekre rá lehet ismerni, ezekre a tipikus helyszínekre és helyzetekre, és ez valamiféle jó érzést generál az
emberben. Ezek a helyzetek természetesen hozzák magukkal a korábban említett humort is, hiszen ha azt mondom nektek, hogy érettségi, vagy az első szerelem felfedezése, az első szex, hát azok tényleg magukkal hozzák azokat a helyzet komikumokat, amiken aztán jót lehet nevetgélni. Én egyébként többször is felnevettem a Xanox alatt, így jó ízűen, ami nálam nem annyira nagyon gyakori mostanában, mert kevés jó vígjátékot láttam. Nem mondom, hogy minden poénja tökéletesen ült, mert azért van, amikor túl tudták húzni az egészet, már nem olyan értelemben, hogy sok lett volna már a humor, hanem hogy azt éreztem, hogy nagyon meg akarnak magyarázni egy-két helyzetet, hogy biztos, hogy értse a néző, hogy miről van szó, ezeken lehetett volna gyorsítani, amúgy is kicsit egyenleten a film tempója, már csak azért is, mert két dolgot akar egybe mosni, ezt a tini vígjátékos felnövés történetet, meg egy ilyen krimisebb gyilkossági szállat, bár nyilván azt se veszi túl komolyan, de azért mégis valamennyire ezeket össze kell hoznia, és itt vannak egyenletlenségek azért, de összességében a végére szerintem nagyon jól sikerült kikerekíteni ezt a filmet, a végső feloldás az barom jó, szerintem az utolsó 10 perc a legjobb a Xanoxnak, az egy bizonyos szereplő miatt és a vele történő dolgok miatt nagyon-nagyon jól működik, ha már szereplők egyébként nagyon jók a színészek, nagyon örültem annak, hogy a fiatalokat végre fiatalok játsszák, akiket máshol nem is nagyon láthattunk, mert tudjátok, ez egy ilyen általános jelenség, hogy a tiniket mindig idősebbek játsszák, legalább 10 évvel idősebb emberek, ami mindig nagyon fura és így leúrik a vászonról, na itt ez nincs így, nagyon jók a főszereplők, Misi és Janka színésze is teljesen rendben van, de én szerettem a rutinos róka színészeket is, például aki a nagymamáját alakítja Misinek, hát ő fergeteges volt, mikor 50. alkalommal is tukmálja szegény Misire a bundás kenyeret, az valami fantasztikus, és megint azt az élményt hozza fel az emberben, hogy igen, ezt már átéltük, amikor a nagymama tukmálja ránk a kaját, miközben már rohadtul nem akarunk semmit enni, de nagyon jó volt az orvos is, Misinek van egy orvosa, aki felírja neki ezt a kísérleti gyógyszert, ő is tök jó volt, meg ami vele történik, az is nagyon jó volt. Tetszett a zeneválasztás is, amivel sokat játszottak, Richard Gere, Tankcsapda és egy csomó más ismert magyar zenekar felcsendül ebben a filmben, és hát jól aláfesti az atmoszféráját azoknak a jeleneteknek, amik ugye ezekhez a fiatalokhoz kötődnek, és a vágó is meglepően jól játszott ezekkel, nagyon jók ezek az éles váltások a különböző zenék között, mikor az egyik pillanatban valami lassú, andalgós jelenetet látunk, aztán jön a rockkoncertes, hajrázós rész. Szóval jó az atmoszféra, jók a színészek, jó a zene, és ülnek a poénok többnyire. Hát akkor mit lehet kritizálni ebben a filmben? Hát egyet már említettem, ugye, a humor eleve egy szubjektív dolog, tehát valakinek vagy bejön, vagy nem nyilván, de ahogy említettem, van egy-két poén, ami túl van magyarázva, illetve nagyon fura döntés volt, hogy a címeket meg a feliratokat folyamatosan felolvastatják egy narrátorral, ezt nem annyira értettem, hogy erre miért van szükség. Aztán van egy-két helyzet, ahol fel kell függeszteni a hitetlenkedésünket, már hogy nem csak annak okán, hogy ugye valaki pálinkával időutazik, hanem hogy a szereplőink milyen döntéseket hoznak, miért nem gondolkodnak okosabban, és ilyesmi. Tehát nyilván itt tinikről van szó elsősorban, és egy nagyon felfokozott érzelmi helyzetben vannak, tehát azért meg lehet magyarázni, de párszor én felvontam a szemöldökömet, hogy most ő miért ezt, vagy miért azt csinálja. Szóval itt kell némi suspension of disbelief, aki erre képtelen, vagy aki nagyon nem szereti, ha vannak paradoxonok az időutazós filmekben, hát az valószínűleg nem nézem úgy ilyen filmeket, mert 100-ból 99-szer ilyen szokott lenni, de aki ezt nagyon nem szereti, az valószínűleg nem fogja a Xanoxot sem szeretni. Mindenki más, aki el tudja ezeket engedni, és csak szeretne egy könnyedebb filmet nézni, ahol tud azért nevetni, és nagyon jól magára ismerni, és a közegére, hogy igen, ezek vagyunk mi magyarok, így nézünk ki sok esetben, ilyen volt az első szerelem, ilyen volt az érettségi, ilyen volt az első berúgás, azt szerintem adjon egy esélyt ennek a filmnek, mert nagyon jól fog szórakozni rajta valószínűleg, és egyébként is támogassuk a jó magyar filmeket. Egy első filmhez képest szerintem ez barom jól sikerült minden esetlensége ellenére. Úgyhogy Xanox kockázatok és mellékhatások, ne hagyjátok ki, meg tudjátok nézni a Maxen. Én pedig ezzel megköszönöm a figyelmeteket, ennyi lett volna a mai disputa, ha tetszett a videó, akkor kedveljétek és iratkozzatok fel a csatornára, és tegyétek fel a kérdéseiteket kommentben a Kérdezz Felelekhez. Találkozunk legközelebb, sziasztok!